Akkor most a menetrendet, ahogy jeleztem már bevezetőben, egy kicsit megcseréljük, és a szünet előtt fogja a prezentációt tartani Sebestyén István. Hát köszönöm szépen, és én is szeretnék csatlakozni Csabához, úgyhogy valóban hát a mi időnkben, ez ugye a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, valóban a Kis Pista volt az, aki így összetartotta így a magyar oldalról is, a magyar NMO részéről így a Jáza munkát, és hát így ebbe és szóval nagyon sokat lehet neki köszönni akkor is, és most is, hogy megszervezte ezt az együttműködést, és ezt a prezentációkat során. Hát amiről én beszélni szeretnék, az tulajdonképpen egy Jáza projekt, ami akkor volt, akkor kezdődött el, amikor az intézetet megalapították. Tehát durván 1972-ben indult el, na most azon, hogy a Jáza elkezdett ilyen számítógép hálózati kapcsolatokat létesíteni, hát azért, hogy egy kicsit jobb legyen az az infrastruktúra a számítógépes oldalról, amiről így a Csaba beszélt, és hát az az igazság, hogy amikor Csaba elment, úgy 79-80, és akkor kezdődött ez a második szakasz, ez a Jáza Gateway története, akkor a Jázán belül úgy a belső számítógépek is egy kicsit kezdtek már jobbak lenni, és hát azon kívül külső számítógépes resource-okat tudtunk így elérni. Hát a maga Jáza Gateway tehát egy durván 20 éves projektnek egy része, hát ezen belül 13 év volt, amíg a Jáza Gateway funkcionált. Azelőtt volt ez a szakasz, amit úgy neveztek, hogy JázaNet, mindjárt majd mutatom is, és hát itt előadás főpontjairól itt szintén ugrok meg, különben kiszaladok az időből. Úgyhogy amiről én főleg beszélni szeretnék, ez a JázaGate projekt, és azért szeretnék különösen erről beszélni, mert itt gyakorlatilag különböző okok miatt, szakmai, de politikai okokból mindent mi csináltunk magyarok, és egy nagyon jelentős projekt volt szerintem történelmi szempontból az első kelet-nyugati számítógépes kapcsolatok, stb. Úgyhogy erre szeretnék így koncentrálni. Akkor meg szeretnék említeni, de nagyon röviden, hogy milyen ICT hálózati alkalmazásokat csináltunk így a Jázába. Erős Csaba már így azért utalt rá, hogy modelleket futtattunk külső nagy számítógépen, különösen utána, amikor elmentél, tehát nem tudom, Knúcséba, Pizába, Bécsbe, stb. És hát az internet még nem volt, egy a számítógép hálózati kapcsolatokon keresztül mi elértünk így Észak-Amerikába, még Budapestre is, Moszkvába állítólag, de hát akkor már nem voltam ott. Úgyhogy. Na hát a végül ez a projekt egész addig futott, ameddig Ausztriába be nem jött az internet, úgyhogy tökéletesen ment az utolsó napig, és hát ezt a Jáza Gate funkcióját végső soron 1992-93-ban akkor átvette az internet és az internetnek az ország így bekapcsolása. Hát a összefoglaló levonható tanulságok, egy csomó hasonló, amitről ti is beszéltetek, hogy hát valóban hihetetlenül befolyásolta például mi személyes további karrierünket, az, hogy mi történt ott a Jázában, hát ezt én is elmondhatom, ugyanakkor el lehet mondani sok más dolgot, és végül egy-két referenciát adtam. Na hát először is, amikor a JázaNet projekt elkezdett így formát ölteni, ezt gyorsan átugrom, 72-ben mindjárt a megalakulás után egy számítógép hálózat megépítésére gondoltak. Ez egy olyan számítógép hálózatra gondoltak, mint az internetnek így az első szakasza, amikor még tulajdonképpen business-to-business kommunikáció volt, tehát még így a hétköznapi emberek még nem nagyon kapcsoltak be, de egy ilyen vegyes társaság, kutatóintézetek, egyetemek, de nagyobbik cégek is egymás között akkor már tudtak így kapcsolatot létesíteni, és különböző hálózati
hálózati applikációkat így létrehozni és futtatni. Na most ebben az első szakaszban a JAZA ennek futott neki, ami nagyon jól sikerült ezen belül, hogy ott is voltak rendszeres konferenciák, így a, hát tulajdonképpen az internetnek az alapító atyai is föl is szerepeltek ott, hát ez pozitívum volt. Pozitívum volt az is, hogy az első kapcsolatokat létrehozták, tehát pontról pont, rövid idő, egy nap, két nap, stb. Luxemburgba, Moszkvába, Pozsonyba, Pizába, Edinburghba, Budapestre, stb. De, és az alapelvek azok is nagyon érdekesek voltak, mert egy az egyben azok az alapelvek voltak, ami később aztán az internet esetében is alkalmazásra került, hogy a szükséges forrás, főleg hát pénz, hardware, szoftver, stb. Az a résztvevő tagoktól származnak, tehát amit a JAZA beadott, az tulajdonképpen nem volt minimális, de hát messze nem lett volna elég. Akkor tehát az ICT hardware szoftver biztosítása, a releváns műszaki specifikáció kidolgozása, mert ezek nem voltak meg, számítógép vonalak, amik méregdrágák voltak, a telekommunikációk költségeket meg kellett osztani, és az alkalmazások is olyanok voltak, hogy így osztott alkalmazások a különböző hosszokon a világ különböző részeibe. Akkor last but not least, a JAZA.net közösség építése az nagyon fontos volt, ez ugyanez ment az internet esetében is, hogy ott is ez abszolút döntő volt, hogy ez létezett. Na most a JAZA-nál ott nehézségek voltak, léptek föl a JAZA-nak megvalósítása során, hát elsősorban pénz hiányzott, JAZA-n belül nem volt semmiféle pénz, de a JAZA NMO által beígért hozzájárulások azok nem igen érkeztek meg, a JAZA.net közösség picinek bizonyult, azon kívül velünk paralel konkurenci kísérleti számítógép hálózatok futottak föl a JAZA-n kívül, kedvezőtlen politikai klímát, erről már beszéltünk, kelet-nyugati feszültsége, technológia, transfer problémák, stb. Úgyhogy 1978-ban volt egy nyári konferencia, ez volt nekem gyakorlatilag az első hivatalos részvételem a JAZA-ban, mint JAZA alkalmazott. És ezen a nyári konferencián itt egy ilyen kulcsfontosságú döntés született, és ezt a JAZA Network, úgynevezett Network Advisory Group hozta meg, és ez megváltoztatta a JAZA.net projektnek az irányát. Aktív magyar részvétel volt, hát főleg a szaki részéről vettek részt, de a magyar NMO is részt vett benne, tehát ez nagyon pozitívum volt. Na most a lényeg az volt, hogy a JAZA az lemondott a különálló JAZA hálózatról, és inkább ezeket a meglévő, felépülőbe lévő más hálózatokat kapcsolta be, és ott, ahol nem voltak vonalak, ott mi kiépítettük a különben ilyen dedikált vonalakat, és azokon keresztül próbáltuk így összekapcsolni ezeket a hálózatokat. Tehát kvázi így kialakult egy olyan network of networks. Na most ehhez persze az kellett, hogy kellett egy csomópont, amelyik egy interfész és protokoll konverziót hajt végre, hogy a különböző szabványokhoz idomuljon, hát ezt csinálta a JAZA Gateway. Na most a JAZA.net közösség, ami pici volt, ezt kibővítettük így a nemzetközi szervezeteknek a közösségével, tehát például az INIS, az IAEA-nak, Atomenergia Ügynökségnek és a FAO-nak voltak adatbankjai, ezeknek voltak közösségük, ezeket is bevettük, hasonlóféleképpen az ESA, az a European Space Agency, azok így mellékesen elkezdtek így adatbankokat eladni, tehát azoknak is megvolt így a kuncsaftuk, és ezeket így bevettük így a projektbe. Na most a JAZA oldaláról a pénz, erőforrás az durván megmaradt. De a plusz kereskedelmi erőforrások, például, hogyha a magyar oldalról valaki az ESA-ba egy adatbankot el akart érni, hát arra persze fizetni kellett, meg szerződések kellettek a két félhez. Na most én ekkor csatlakoztam a JAZA-hoz, és itt az egyik házi feladatomat, amit a Pista adott, itt most gyorsan elmondom, tehát kezdetén a JAZA titkárságán belül dolgoztam. Na ebből én az egész életemben rettentő sokat, és rettentő sokat nyertem belőle.
ugyanis Andrej Bykov mellett a feladatom részben az volt, hogy az ENSZ szervezetekkel foglalkozzam, és más nemzetközi szervezetekkel. Na most akkor tulajdonképpen innentől kezdve, egészen vége a mai napig, én azt hiszem, hogy a világ összes ENSZ szervezetével volt kapcsolatom, akkor az EU-val, stb. Szóval ebből a szempontból én iszonyú sokat vittem így magammal. Szakmai szempontból én az SKI-ból jöttem oda már 7 év szakmai gyakorlat után. Pont a hálózati dolgokkal kevésbé foglalkoztam, timesharing dolgokkal igen, mi vezettük be itt az első magyar timesharing rendszert, úgyhogy de azért predesztinálva voltam arra, hogy én becsatlakozzak így a JAZA-ba, ahhoz a teamhez, amelyik itt a JAZA.net és a JAZA Gateway dolgait csinálta. Tehát Sasha Butrymenko volt az orosz oldalról, szovjet oldalról, Peter De Jánosi az amerikai oldalról, stb. És egy kvázi közös tímet alkottunk. Na most később én a titkárságból, akkor szépen lassan így átdifundáltam így a tudományos, úgynevezett tudományos árajákba, a JAZA-ba, és akkor ott számtalan tanulmányt készítettem. Hát főleg az, hogy hogyan fog kinézni az internet, hogy 2000 után, amit hát akkor még nem internetnek hívtuk, hanem video text-like system, stb., de nagyon jó eltaláltuk úgy az internetet, mint a World Wide Web-et is, tehát ott legalább 30 tanulmányt csináltam, hát persze team tagként a JAZA-ba. Na most, amiről itt gyorsan még beszélni szeretnék, az magának itt a TPA 70-nek a különös történet, amelyik a JAZA gateway-ként szolgál, mint mondtam, minden magyar volt, tehát a gateway is, ez egy TPA 70-es masina volt, amelyik egy DEC-PDP kompatibilis univerzális kis számítógép volt, hát gondolom a legtöbben itt a társaság közül ismerik a témát. Na most két masinát a KFKI, illetve azt hiszem, hogy a Staki eladotta a control datának. És ebben az esetben a TPA 70 egy GD71 nevű grafikus diszplét üzemeltetett, tehát egészen más volt a funkciója, mint a JAZA Gateway. Na most a control data kivittek Minneapolisba, alaposan tesztelték, az egyik masinát az be is mutatták egy ilyen nagy kiállításon Washington DC-ben 1976-ban, hát az is egy kicsit ilyen politikai jellegű bemutató volt, tehát különösen ott az adminisztrációnak akarták bemutatni, hogy a kelet-európai és a szovjet számítástechnika hol tart. Na most a kontrolldátások meséltek nekem, hogy itt a TPA 70 meg a grafikus diszplé nagyon jól szerepelt, kivéve az, hogy a grafikus diszplé a 250 kilójával beszakadt az álpadlóban. Na most akkor ott is írtak jelentéseket, hogy most ki lehetett a CIA, vagy pedig a hadügyminisztérium, az nem tudom, a kormánynak, akkor beírták a jelentésbe, mesélték a kontrolldátások, hogy a grafikus diszplej az semmit nem ér, mert beszakad alatt az álpadló. Na most a kontrolldátások viszont azt mondták, hogy viszont a szakma csodájára járt a grafikus diszplejnek, mert a grafikus diszplej akkor is működött még, és a TPA 70 előtte is és utána is működött, amikor beszakadt az álpadlón. Na most akkor a két masinát, a business nem sikerült a CDC-vel, két masinát visszahozták Európába, és a JAZA az egyik masinát oda ajándékozta, Bécsbe hozták vissza, oda ajándékozta a JAZA-nak, hát hogy gyerekek, hát ti biztos tudtok egy grafikus diszplét használni. Hát erről szó sem volt, ahogy a Csaba is mondta, a tisztán minden még ASCII text szöveg alapú volt annak idején a JAZA-ban, tehát nem kellett oda grafika. Na most így nézett ki a konfiguráció, ezt a Lukács Józsefnek a nagyon-nagyon jó TPA 70 könyvéből vettem ki, és itt lehet látni rajta itt a bal oldalon a 250 kilós grafikus display. De hát maga a TPA 70, ami hát az is egy tök nagy masina volt. Na most itt lehet látni 78-ban, ott a grafikus display van a jobb felső sarokban, a TPA-t azt nem lehet látni, az valahol a kabát mögött
van. Hát szóval borzalmasan nézett ki, mert az egész, a Jáza nem tudta használni a grafikus diszplét. Néha kijött a lábadi Berci, és ez itt a Bercinek az első hőstette, és akkor ő futtatta a demo programokat, ami ilyen futball program volt, és ami hát a Jáza dolgozóinak a szórakoztatására. Úgyhogy mindenkinek kínos volt a szituáció, de főleg a magyar NMO-nak, hogy itt van ez a masina, senki nem használja, mindenki csak rúg belé egyet. És szerencsére épp akkor jött ez a döntés, amiről én beszéltem, az, hogy át kell alakítani a Jáza netet Jáza Gate névére. És akkor a magyar NMO az úgy döntött, hogy jó, hát akkor tökéletes, mi két legyet ütünk csapásra, átépítjük a gépet, bővítjük a TPA-t, és ebből legyen a Jáza Gateway. És erre a TPA 70, mint az eredeti masina, hát különösen alkalmas, a PDP-ket csodálatosan lehetett átalakítani, kibővíteni, stb. Na most a GD71-es grafikus diszplét, azt leválasztottuk a TPA 70-ről, Szegedre küldtük, boldogult Kovács Győző volt a főnököm még az SKI-ban, hát tudtam, hogy imádja a múzeumot Szegeden, fölhívtam, hogy te itt van a grafikus diszplé, ki akarják dobni, ezt nem szabad kidobni. És akkor Győző valahogy elintézte, tehát millióan voltak benne, hogy jött egy furgon, és elvitte a diszplét Szegedre. Na most a másik TPA 70, azt a lábadi Berce, és itt volt a Bercenek a második hőztette, az kikönyörögte a kontroll dátára, hogy adják már oda, mert biztos van egy-két olyan kártya benne, amit ő használni tud, amikor a nagy TPA 70-et összeállítják. És ami még hiányzott ebből, kártyák, stb. Kommunikációra, bitstuffingra, meg ilyesmire, hogy tudja az X25-öt is, azt a magyar NMO zárójelbe OMFB finanszírozta. És last but not least, akkor a lábadi Berci akkor jött a Stakiba oda állandóra. És itt van a Bercinek a képe. Hát mit tudok én mondani, valóban Bercivel nehezen lehetett ilyen témába beszélni. Addig, ameddig ő ott volt, meg én ott voltam, még tudtam arra még bírni, hogy publikáljunk, mert nagyon kényes téma volt, mindenki azt nézte tényleg, ahogy a Csaba mondja, hogy ki mit kémlel ott a Jázában, mondtam, hát itt ezt úgy lehet megoldani legjobban, hogyha mindent publikálunk, tehát hogy hova mentünk, milyen sebességgel, hány kilobájt, stb. Úgyhogy ameddig ott voltam, és a Berc is ott volt, ezt még így jól tudtuk leírni különböző Jáza publikációkba. Hát utána már sajnos ez így kicsit összeomlott. Na most ennek a magyar kétvének van persze egy magyar oldala, a Stakin oldala, amiről nem okvetlen meg kell említeni, hát szintén csomóan dolgoztak azon, hogy egy hasonló TPA 70-et telepítsenek ide a Stakiba, és azon keresztül a Magyar Tudományos Akadémiának a kialakulóban lévő számítógépes hálózatát összekössék a másik TPA-val és a Jázával, és akkor onnantól kezdve lehetett például e-mailt cserélni a Jázába, lehetett timesharing módon elérni a Jázagépeket, stb. Na most itt egy-két nevet, hát főleg a főnököknek a neve van itt, de sokkal többen dolgoztak, és én elnézést kérek bárkitől, akiket így nem jegyeztem föl. Na most így nézett ki tulajdonképpen végig a hálózati konfiguráció. Hát itt a lényeg az, hogy középen volt ez a Jáza node, tehát az első menetben, amikor még a TPA 70 még nem működött ott, akkor ilyen time division multiplexorral csináltuk így a dolgokat, ami hát nagyon inflexibilis volt. És hát lehet látni, hogy akkor Ausztriába kezdődött már szinte elérni az észak-amerikai hozzáférés Rádió Ausztria nódon keresztül, TimeNet, Telenettel. Akkor a TU Euronet, az a nyugat-európai, az EU-nak volt a kísérleti hálózata, az mindig terve volt véve, de soha nem jött Ausztriába, és többek között mi miattunk nem jött. Tehát féltek attól, hogy a Jázába, akkor Jázán keresztül ott túlságosan sokat kémkedik valaki. Úgyhogy itt tulajdonképpen hát az osztrákok is szívták a fogukat, mert őnekik se volt aztán Euronet hozzáférésük. Emellett még voltak azok a nódok, amikről beszéltem, tehát IAEA, egy Cyber 74-es gépet
szintén gyáza célokra, Bécsbe, a Műszaki Egyetemen, Pízában volt egy IBM gép, szintén gyáza energia projektek mentek rajta, és akkor last but not least, akkor már ment a gyáza kapcsolat, nem a gyáza, a sztaki kapcsolat, még egy terminál erejével. Na most a TPA 70 csomóponti fejlesztés szakaszait ezt így kerül, mert el lehet olvasni így utólag. Summa summarum, a budapesti gép az is bejött, a budapesti TPA gép az is bejött, X25-ön ment, tehát a legmodernebb CCT csapványokon keresztül ment a kommunikálás, és tulajdonképpen az egyik első X25 implementálás volt világviszonylatban is. Ott megírták a ITU-ba a szabvány, de hát utána kezdődtek az implementálások. Úgyhogy JASA és a magyar kapcsolat ebbe is hát úttörő volt. Na hát így nézett ki 81. augusztusában, nagyjából ugyanaz, mint volt, csak hát több dolgot lehetett elérni. Tehát itt már megvolt így a vonal Prágába és Moszkvába is, az egy Time Division multiplexoron, és itt a 83-as állapot. Ez is nagyjából ugyanolyan, mint a 81-es. A differencia az, hogy a külső kooperációs partnerek egyre jobban bővültek, úgyhogy itt akkor már gyakorlatilag az egész világot el lehetett érni. Na most mik voltak így az elérhető adatbázisok, itt csak így föl vannak sorolva, hát ebben volt szintén problémánk. Az egyik oka 1982-ben, amikor az amerikaiak kiléptek, hát akkor a interdisziplináris projektbe beréptek politikusok is, mármint Ronald Reagan, meg Bruno Kreisky, állítólag még Brezhnev is benne volt, azt már csak pletykaképpen az előző kettőről tudom, hogy így volt. Azért felsoroltak az amerikaiak okokat, hogy miért akarnak kilépni a JASA-ból. És 4 vagy 5 ilyen ok volt, és az egyik ok az volt, hogy JASA-n keresztül el lehet érni ezeket a komerciális adatbankokat, mint az ESA-t, Frascati-ba, a Lockheed-et, így Amerikába. Persze csak akkor lehetett elérni, hát majd Pista fog beszélni erről, hogyha megvoltak a megfelelő szerződések. Hát az amerikai számítógép ipar, hát főleg a Control Data, hát úgy bedühödött erre, hogy akkor írtak egyből leveleket így a kongresszmeneknek, hogy ilyen jellegű levelek, mint amit a régen annak ide akkor megért így a Kreiskinek, az ő bizniszüket, azt hát keményen negatív módon befolyásolja, mert nem tudnak eladni a Magyarországra, meg a keleti blokk országaiba ilyen teljesen normális, komerciális számítógépes szolgálatokat. Szóval ez az egyik feladat volt, hogy így adatbankokat próbáltunk elérni. Na most most már majdnem a végén vagyok. Két csoport volt így a JASA-ba, ami számítógépekkel foglalkozott. Hát a Csaba valószínűleg így a Computer Services Group-ba volt dolga. Hát ez a Jim Curry vezetésével ment, és azért jegyzem meg, mert szintén PDP gépeket használtak, először 1145, 1170 később és VAX. Ami lényeges, és ami szintén történelmi, hogy Európában az első Unix implementáció egyáltalán, tehát kidobták a DEC rendszert és Unixot üzemeltettek rajta. Hát amikor én megláttam így az SK is múltammal, ahogy nagyon fegyelmezetten követtük a Siemens nomenklatúrát és az, hogy hogyan kell csinálni dolgokat, hát amikor én megláttam, hogy kidobták a DEC rendszert, és akkor ott hoztak egy ilyen mezei rendszert, hát azt hittem, hogy hát ez nem létezik, de hát tartottam a számot. A másik ez a számítógépes hálózati csoport volt, ezt csak itt megjegyzem. Itt a főnökök szovjetek voltak, a dolgozó ember volt a Lábadi Berci. Tehát a Berci az egy olyan csodálatos programozó volt, hát biztos, hogy ismeritek, amikor egy ember, az körülbelül annyit tud teljesíteni, mint 50 másik. Úgyhogy itt mindent a JASA Gateway-jel kapcsolatban a Berci csinál tulajdonképpen. Na most itt vannak így, hogy milyen fő hálózati alkalmazások voltak, ezt is így el lehet olvasni, és timesharing elérés, stb. Az utolsót meg szeretném jegyezni, hogy az első e-mail és telekonferencia szolgáltatások ide is, Magyarországra is
Kelet-Európa, Kelet és Nyugat között, Ausztriába. Ausztriába is ez volt az első e-mail rendszer, ez mind a Jázánál volt. Mi történt a Jáza Gateway-jel, és most már tényleg a végén vagyok. Úgyhogy tulajdonképpen meglepően meg keveset tudunk, akkor Berci meg én elmentünk, utána onnantól kezdve semmiféle publikáció nem volt. Azt tudtuk, hogy még 10 évig működött a TPA 70, napi 24 órában, év 365 napján. Pontosan nem tudjuk, hogy mikor vonták ki forgalomból, csak valamikor, hát 87-88-ban kapcsolódott a JAZ az AKONET-hez, ez az osztrák akadémiai hálózat volt, és később pedig az internethez, amikor a internet bejött így Ausztriába. És a Berci még időről időre, mint konzultáns még így kiment. Tehát mik voltak a következtetések? Nagyon hasonló, mint a ti következtetéseknek, például Csaba. Tehát ez, amit csináltunk, ez nagyon hasznosnak tűnt nekünk. És szerintem az európai ICT történelemben ezek az első kapcsolatok, Kelet és Nyugatok között ezek hát lényeges történelmi pontok voltak. És tulajdonképpen az alkalmazásokat, amiket csináltunk, azok sikeresek voltak. És nagyon sokat tanultunk belőle, és nagyon jó előfutásra volt az internetnek. Az, hogy Magyarországon egy ilyen társaság alakult ki, főleg azt, aki körül, akik ennyire tudták, hogy mit kell számítógép hálózatvonalon csinálni, hát az többek között ennek a projektnek is volt köszönhető, és szerintem a világ egyik legjobb tímje. Ez a Stucky team volt, hát kár, hogy senki nincs, azt hiszem, itt most itt a Stucky volt, de így hát 40 évvel után azt így meg szeretném mondani. És hát tulajdonképpen büszkék lehetünk arra, amit a magyar NMO-li csinált, és amit a magyar szakemberek ebben a hosszú távú projektben. És hát ez utána még ki néhány referencia, ha valakit érdekel, amikor a szlájdokat publikálják, és itt pedig, hogy saját magamról, mit csináltam előtte és utána. Ez a kép még érdekes. Visszamentem 2012-be, és ez az, ami megmaradt a belső gépekből és a Gaza Gateway-ből is. A PDP 1170-nek a doboza, slusz. Köszönöm szépen!